Üdvözlök mindenkit az Artúr Kutya és Cica Szépségszalon rendezésében tartott kutya kozmetikus tanfolyamon. Most pedig ismerkedjünk meg néhány gyakori fajtája kutya nyírási formájával. Kezdjük például a törpes naucerrel. Ő egy gépernyő törpes naucer, és közben visszük a másik kutyát. Fog is. Tízes gépfejjel van nyírva, a hátsó combját csánkig nyírjuk le, és csánk alatt meghagyjuk hosszan a szőrt. Amikor az oldal vonalához érünk, egy határozott egyenes csíkot próbálunk tűzni a gépfejünkkel. A fejénél szemöldököt hagyunk. Az ő fejformáját alakítjuk ki a tapintószőrök összekötésével. Ezekből, mint tudjuk, két darab található a fején. Füléről is lehúzzuk a szőrt. A végén ollóval formáljuk hegyekre a megmaradt szőrszálakat. Nem fogja. Mellkasát is megformáljuk. Mellkasig lenyírjuk tüzes gépfejjel, és egy hosszú szőrt hagyunk rajta. Ő egyébként egy sóbor színű törpes naucer. Most jön a másik hátsó lába, amit szintén csánkig nyírunk, tüzes gépfejjel. Ott ugyanúgy, mint a másik szemmel, meghagyjuk a lakrászőt. Karok alját, oldalát szintén lehúzzuk. A végbe a környéket is kinyírjuk. Másik oldalon is szintén határozott egyenes vonalat húzunk a gépfejjel, hogy a mellkasán megmaradjon a hosszú szőr. Itt kapunk egy szép formás kis törpes naucert, ami ezen az oldalon már egészen jól látható.
comb belsejét, és a hasát nem is lehet környékét, köldök is kinyírjuk. Itt visszafele húzzuk a gyilkát, így egészen rövidre, majdnem, hogy kopasz vele nyírja a tüzös gyilkát. Csont hátsó vonalát is fölfele húzzuk, és így kialakul a jellegzetes schnauzer hátsóvált. Másik föléről is lehúzzuk a szőrt, szőr irányában természetesen. Kialakítjuk a másik oldalon is a fejformát. Törpes schnauzer fülében belülről szőrnő, mint sok más kutyának. Ezt a végén kitépjük belőle, nem írjuk. Erre azért van szükség, hogy a belülről kinőtt szőrre rárakodik a szűr, a kosz, és ezen ne üljenek meg a baktériumok. Ezáltal nem gyűlöd be a kutyának a füle. Most következik a megformálás, amit ugye ollóval végzünk. Természetesen a bal kezünkkel fogjuk a mutatóujj és a hüvelykujjal a fület, így jól érezzük, hogy hol található a fül, tehát az élő rész széle és a szőr. Így biztos, hogy nem vágunk bele a kutya fülébe. Tehát elkészült a törpe schnauzerünk, megfürdettük, megszárítottuk, és most megigazítjuk a szőrét. Kicsit meg is rövidítjük, mert a gazdája így kérte, de természetesen kiállításra, ha nyírva visszük kiállításra, nem kell levágni a szőrét ollóval, maximum igazítani. Körbenyírjuk az első lábfejeket is. Hátsó lábat is megigazítjuk. Thank you.
tudi is megnézni, mit nyírunk rajta. Kifésüljük a szőröket, és lenyírjuk ollóval. Ezáltal sokkal rendezettebbnek is tűnik a kutya. Egy kis fufru igazítás. Előre fésüljük, mindig az orr irányába. És neki rövidre kerekítve nyírjuk. Így kérte a gazdája. De otthonra ez a legpraktikusabb is. Így nem zavarja a kutyát sem. Bajuszát lefele fésüljük, bajusz szakát. És kicsit megrövidítjük, megrendezzük. Úgy, hogy a végét fölfele kerekítjük, a szem irányába. Másik oldalt szintén. Íme elkészült a törpesnaucerünk. Géppel nyírtuk. Ki is lát. Nagyon szép lett. Tehát most láthatjuk a Puminak a nyírását. Természetesen előtte kifésültük, megfürdettük, megszárítottuk, és most ollóval le lesz nyírva. Fölfőnözzük, hogy könnyebb legyen levágni a hosszú szőrszálakat.
Jól látható az ollónak a tartása, tehát a könyök derékszögben van. Gyűrűs ujjon van az ollónak a karikája. És mindig alulról fölfele végezzük a nyírást és a főnözést. Ugye a puminál is ugyanolyan fontos a fésülés és a kiszárítás, mint az uszkárnál, hiszen ugyanolyan nyíros kutya, és máskülönben nem ér semmit az, hogy szépen nyírunk le egy kutyát, ha rosszul van kiszárítva. Főnözésnél vigyázni kell, hogy ne fölfele főnözzük a szőrt, hanem kifelé, tehát hogy egyenesen álljon. Mancsokat körbe nyírjuk, ugye őnála is az úgynevezett macska mancs formát tartjuk. Oszlopos formára nyírjuk a végtagokat. Előről is és belülről is megigazítjuk az első lábat, hogy oszlopszerűen kört alkosson, keretformát. Jól látható a két láb közti különbség. Ugye még a bal oldali le van nyírva oszlopos formába, a jobb oldali eredeti hosszú szőrben van. Hátsó lábat is kerekre form, hátsó mancsot is kerekre formázzuk. Fölfőnözzük. Majd ollóval megformáljuk. Thank you.
farkát kiemeljük, hogy nehogy levágjuk a szőrt róla, és megformázzuk a comb hátsó részét is. Belső élét is megigazítjuk a hátsó lábnak. Ugye ennél az oldalnál is alulról fölfele dolgozunk. Az első lábat is megigazítottuk, jobb oldali első lábat, körbe nyírjuk, fölfönözzük, és jöhet az ollóval való igazítás, a végleges forma megadása. Thank you.
alakul a pumi forma. Már készen van a hátsó láb, a törzs, az első láb, most a nyaka következik, és utána a fej formája. Most jön a pofának a kialakítása. A pumi forma. Persze, ha csak a pumi is akarja. Thank you.
ki le kell rövidebbre nyírjuk a szőrt, körbevágjuk a fül formáját, de ennek a kutyusnak nem lesz meg a jellegzetes fumi füle, mert nem tartja helyesen. Neki leginkább felezetten megtört a füle, és harmadoltan kellene, hogy megtörjön. De majd mindjárt megnézzük álló füllel. Hát, ha úgy tartja. Másik fülét is körbe nyírjuk. Íme az elkészült fumi. Rossz fültartással. Angol cocker spánielt látjuk, amerikai cocker spánielt látjuk. Ki van fésülve csomómentesre, meg van fürdetve, és megszárítottuk. Ugye kívülről a fülét, és belülről is egyaránt, szájzugig nyírjuk ki. Esetleg a nyári hónapokban belülről ki lehet kicsit hosszabban nyírni, hogy a toplás ne tudjon fölmenni a füléig. Visszafele is leszedjük. Hát először mindig szőrirányban nyírjuk, 10-es gépfeljel, és utána visszafele, hogy szinte kopasz legyen a fül. Ugye itt jól látható, hogy szájzugig van nyírva a fül külseje. Háta trimmelve van. És most következik a másik fül. Kívülről ugye szintén szájzugig. Körülbelül a fülének a felső egyharmadáról beszélünk most. Most következik a belső oldala. Először szőr irányba, mint ahogy a másik fülnél is láthattuk. És most visszafele.
Közben ügyelni kell arra, hogy a fülbe ne menjen bele a lehulló szőr. Ezt kis gyakorlattal már el tudjuk kerülni. Akinek nem megy, az dugjon egy fél vatta savasot a kutyának a fülébe. Ez ugyanígy a fürdetésre is vonatkozik. A pofának kiálló szőrzetet leszedjük. És megkezdjük a V-alak kialakítását. Ugye a spánielnél szegcsontig csontig haladunk le. És ezt összekötjük a fül alsó dugával. Másik oldalán szintén. Fonalját is kinyírjuk. Természetesen ez csak utcai viseletnél tesszük, hiszen kiállításon az a cél, hogy minél több szőr maradjon a kutyán. Viszont így praktikussági szempontból szintén toklász miatt nagyon jó. Hiszen oda is bele tud menni. Másrészt pedig a csomók sem alakulnak ki. Most a sicut láthatjuk, ahogy el lesz készítve. Rövidre lesz nyírva ollóval, de mindenek előtt kivontjuk kefével és fésűvel, megfürdetjük. Az előnyírásokat megcsináljuk a végbél környékén, füléből kitépjük a szőrt, és szárítás után kezdjük el majd nyírni. Fürdetés után megszárítottuk, átkeféljük az utolsó simításokat, és utána elkezdjük nyírni. A megfelelő hosszra lenyérjük a szőrt végét, persze úgy, hogy előtte a mancsot körbe nyírtuk. Szépen megformáljuk a hátsó lábát. Amikor fölnözünk, mindig alulról fölfele fölnözünk. Fele irányba, és ezután nyírjuk. Amikor ki van szárítva, kézzel nem nyúlunk hozzá, csak főnöző fésűvel és ollóval.
úgy formázzuk az oldalát, hogy szépen gömbölyödjön, ahogy a kutya teste jön, és egy picit derékba megpróbálunk egy kis karcsúságot adni neki. Ez különösen a kövér kutyáknál előnyös. És persze csak a nagyszőrűekkel lehet ezt megcsinálni. Ez is beletartozik a kutya kozmetikai huncutságok című tételbe. A hátán lévő szőrt is fölfőnözzük. És így jól látható az a rész, amit le kell vágni ollóval. Körbe nyírjuk a mancsát, de persze nem nagyon, csak arányosan a testéhez képest. A fülét megemeljük, mikor a fül alá érünk. Nehogy levágjuk azokat a szőrszálakat, amit hosszúra kell, hogy hagyjunk.
Ha kihúzzuk egyenesre a lábát, akkor sokkal jobban látjuk azokat a szőröket, ami a lábán van és ami a testén, és ezáltal sokkal könnyebben le tudjuk nyírni, hogy formás legyen. Most eredetileg a Shih Tzu-nak ugye hosszú szőre van, középen gerincvonalon elválasztjuk, és a feje tetejére coppot teszünk. De ezt a Shih Tzut azért mutatjuk be, hogy az érdekesség kedvéért így is meg lehet csinálni, és így is nagyon aranyos. Ugye ezen az oldalon már jól látható, hogy milyen egyenletesen szépen le van írva a szőre. Még ezen nincs. Farkát is megigazítjuk. Ne legyen túl hosszú a szőr a testéhez képest. Itt is kinyírjuk a kiálló szőröket, amit ugye a földön húzna. A talpát már előzőleg kinyírtuk, mind a négyet. És most a mellette lévő szőrszálakat lekerekítjük, megigazítjuk. Kinyírjuk a szeme sarkából a szőröket, hogy lásson a szemének a két belső zugából. Elválasztjuk az orrán a szőrt. Ez persze egy fantázia frizura, tehát bármilyet lehet készíteni, ez csak egy a sok közül. A sötétebb, elszíneződött szőröket le lehet vágni. És akkor elkezdjük igazítani a fejformát.
füle hosszúságát is megigazítjuk a testhez arányosan. És persze ügyelünk arra, hogy egyenesen legyen levágva. Kisebb igazítást végezhetünk. Persze ügyelünk, hogy egyforma legyen a két oldala. És íme így néz ki egy sicu, amelyiknek nem hosszúra van hagyva a szőre, hanem rövid van formázva. Most lenyírjuk a körmeit a kis Yorkinak. Előzőleg ugye kifésültük, megfürdettük, megszárítottuk. Körömnél a sötét színűnél nagyon kell vigyázni arra, hogy nehogy élő részben vágjunk bele. Ha lehet, akkor több részletbe kell lecsipkedni. Kivéve akkor, ha jól látjuk a hegyesedéséről, hogy hol lehet az élő rész, vagy ha fehér színű a körme. Na jó. Úgy. Inkább mindig kevesebbet vágjunk, és többször, mint egyszer nagyot. Most ennél a kis kutyánál lenyírjuk a hátáról a szőrt. Először a végtér környékéről, karok alja oldala, tízes gépfeljel. Hosszú szőrű kutyánál ugye nagyon fontos az, hogy a végtér környékét. A végtér környékét befejeztük, ugye jön a hasa alja, köldökig, és a comb belső fele. Ha fiú kutyáról van szó, akkor nem viszont is körben mérjük, mivel hogy ő kislány, itt könnyebb az eset. Most amúgy a Yorkshire Terriernek, ugye gerincvonalon választjuk el a hátán a szőrt. Ennél az esetnél ez nem így lesz, mert majd ötös gépfejjel lesz lehúzva a háta. Mindenek előtt a füléről nyírjuk le tízes gépfejjel a szőrt, a füle hegyéről, ugye a felső hegyéről, kívül és belül egyaránt, és aztán a végén ólyóval fogjuk megformázni. De így tartjuk a gépfejet, hogy a fülét az ujjunkra helyezzük rá, ez jól látható volt az előbb. És így megtámasztjuk a fület, ahogy nyírjuk a gépfejet. Most következik a háta. Ez nem a standard azon, ez kívánságra van így nyírva. A standard azon, mint az előbb elmondtam, gerincvonalon választjuk el a szőrt, és két oldalra fénysüljük.
Viszont ennél a fazonnál ügyelünk arra, hogy egyenes maradjon a sík. Tehát a hosszú és a rövid szőr között egy határozott egyenes vonal maradjon. Emeljük a fejét, a nyakáig is hozzá tudunk térni. A gyakorlatilag úgy néz ki, mint hogyha egy vesztit csinálnánk, és most így egyéb fel van mérve, de ugyanazokon a helyeken hagyunk rá a sírt, tehát ez is egyféle jó sírterület azon. Ha végeztünk a nyírásokkal a különböző testrészeken, akkor megcsináljuk a frizuráját, fölcoppozzuk. Most mindig úgy választjuk el a coppozáshoz a szőrt, hogy összekötjük a két belső szemzugot, utána a külső szemzugot, a fül. Ha nagyon sűrű a szőr, akkor a fül, felső fülzuggal, vagyis hogyha nagyon ritka a szőre, mert hogyha sűrű a szőre, akkor nem fér bele ennyi egy gumiba, és akkor lehet egy kicsit kevesebb szőrt fogni bele. De csak akkor, ha a kutya is úgy akarja. Mindig a fülek közé hozzuk hátra a coffot. És akkor nagyon jól gumival összegumizzuk neki. Fontos, hogy ilyen speciális gumit használjunk hozzá, mivel ez nem teszi tönkre a szőrét. Ezután a kiálló szőrszálakat meg lehet igazítani. Így jobban látjuk, hogy honnan kell még esetleg vágni. Az utolsó igazítások jönnek. Szőre végét lemérjük, hogy egészségesebb hatást érjünk el. És a végén megigazítjuk a fejét, hogy ne keltsen túl nagy fejhatását azáltal, hogy ilyen hosszú szőr marad rajta. Körbeigazít.
Íme a kész Jorsi terjér. Következő kutya az Erdel terjér. Az Erdel terjér trimmeljük. A pofáját nyírjuk tüzes gépfejjel. A hátán megpróbáljuk kialakítani a szőrzetet úgy, hogy minél simább és egyenletesebb legyen. Az elhalt szőrszárakat a trimmelőkés segítségével távolítjuk el. Így néz ki, amikor készen van a trimmelés. Jól látható, hogy mennyivel simább és sokkal kisebb a szőre, mint volt. Tarkójától indulunk, vagy indultunk. A hátát, oldalát és a combnak a felső részét, farok tetejét trimmeltük. Ezután jön a bontás, majd a fürdetés, szárítás, és a végén alakítjuk ki a fej formáját. Miután megfürdettük, megszárítottuk, kinyírjuk mind a négy talpacskáját. Jó alaposan kinyírjuk a szőrt belőle. Végbél környékét, tüzes gépfejjel mérjük. Comb első fele, has alja, nem is tesz környéket, a hasat köldök is mérjük, itt szintén tüzes gépfejjel. Tetejét is tüzes gépfejjel mérjük tarkóig, szemöldöktől tarkójáig. Ezt úgy köthetjük össze, hogy a két kilet egy egyenes vízszintes vonállal összekötjük, addig a pontig mérjük le. Az Erdel terjérnek a fejformák kialakítása. Szem belsőzi, száj külső zsugával összekötve. Akkor így marad meg a jellegzetes szemöldök és szakár.
füleket is szintén tüzes rétfajjal folytatjuk. És a végén a rajta maradt a szélen maradt szőr, ölővel fogjuk formálni. Ezt belülről is kinyírjuk. Kívülről belülről az átmenetet és egy gépfejjel szedjük le, és így kapjuk meg a jellegzetes terjel kockát elől, és hátra pedig a nyakára trimmelő. Hátul a végbe környékén is az átmeneteket leszedjük, szintén ötös gépfejjel, majd a farka alját és oldalát is. Kész farkot látjuk most. Hát a fülét úgy nyírjuk körbe, hogy a mutató és a hüvelykujjunkkal érezzük azt, hogy hol van a fülnek az élő részének a vége, és így biztos, hogy nem mérünk bele a fülébe, csak a szőrt vágjuk le róla. Mancsait kerekre nyírjuk, macska mancsra. És legutolsó műveletként a lábain meghagyott szőrt ollóval formáld.
A mellkasán követjük az eredeti formát, úgy igazítjuk a szőrt hozzá. Mindkét oldalon. Az első lábait is szintén ollóval formázzuk. Oszloposra alakítjuk ki. A fejnek a legutolsó mozzanata az, amikor a szemöldököt alakítjuk ki ollóval. Az ollót mindig úgy tartjuk, hogy az orra felé legyen a kutyának az ollóhegye, így biztos, hogy nem nyírunk bele se a szemébe, se a bőrébe. És az elkészült erdőteliát láthatjuk most. Oszloposra nyert lábak, macska mancsal, trimmelt hát, szép fejforma. A kenterier következik, őt trimmeljük. Hasonlít a fazonja a West Highland White Terrieréhez. Csak színváltós, tehát egy trimmelés alkalmával akár teljesen megváltozhat a színe. Ugye jól látható, hogy a szín kezd változni, a sötét színe egyre világosabb lesz. Persze ez lehet fordítva is, vagy akár barna színűvé is változhat.
jól elkülöníthető a trimmelt rész, ez itt a trimmelt rész, teljesen megváltozott a szőr minősége és a színe, és itt a nyakánál még nincs trimmelve. Ilyen volt az eredeti szőr. Láthatjuk az elkészült nyakrészt. És most jön a faroknak a teteje. Ha elkészültünk a trimmeléssel, átfésüljük a szőrzetet, a zászlós részt. Mondjuk ennél a kutyánál nincs túl dús szőr, tehát nincs nehéz dolgunk. Mert azért meg kell fésülni őt is. Talpait kinyírjuk. Kerek macska mancsa marad majd. De a talpárnák közül a bent lévő szőrt ennél a fajtánál is ki kell nyírni. A jobb első lábát mindig hátulról öleljük át a kutyát, a hasa alatt átnyúl a bal kezünk a jobb első mancsához, és akkor jobb kézzel kinyírjuk a szőrt. Így nem csavarjuk ki a kutyának a lábát, és jól hozzáférünk a mancshoz. Ujjainkkal szétnyitjuk a kis mancsocskáját, így könnyen hozzáférünk a közte kinövő szőrhöz. Végül a szőrnyokat kinyírjuk, így minden hosszú szőrű kutyánál, kinevük tűző belőle nyírjuk, majd az élét ollóval igazítjuk, hogy hegyes legyen és hangsúlyos.
szóval megformáljuk. Itt is szintén a hüvelyk és a mutató ujj közé fogjuk a fület, hogy jól érezhető legyen az élő rész. Belső szemzugnál kinyírjuk az ott lévő szőrszálakat, hogy jól kilásson a szőre alól a kutyus. Fufuját megigazítjuk. Íme láthatjuk az elkészült kenteriát. A következő kutya a Bedlington teriár. Itt is, mint az összes fésülős és ollóval való ollóval nyíros kutyánál bontással kezdünk. Ha nem is csomós, de az összeállt szőrszálakat kiegyenesítjük, elsimítjük. Viszonylag ritka a szőre, ezért könnyű dolgunk van a bontással. Kifésülés után megfürdettük, kiszárítottuk egyenesre a szőrét, és amit az előnyires ugyan meg lehetett volna a fürdés előtt is csinálni, de most kinyírjuk a lábát, ugyanúgy, mint az iszkárnak, kinyírjuk az ültetszeit a mancsa közül, tüzes gépfájjal,
tartok, egy kicsit fölé is nyomhatunk. Végbél környéket kimérjük, szintén 10-es gyorsan, meg mindig. Farka alját és oldalát is végigmérjük, egyedül a farka tetején hagyjuk meg azt a jellegzetes kis pomponocskát, ami jellemző a badminton terjed fazonyára. Később ezt majd ollóval fogjuk megformázni. Hasa alját földött vonalig, és a comb első felét is szigetből fejjel mérjük meg. A fejforma kialakítása, a szem külső zugot összekötjük a szájzuggal, a fül felső zugot és a fül alsó zugtól V alakban formázzuk, szintén 10-es gépfejet használunk. A pofáján és a feje tetején marad meg ezáltal a szőr, és később a fejformát úgy alakítjuk ki ollóval, mintha egy kis sapka lenne a feje tetején. Kilép kívülről szintén még mindig 10-es gépfejjel lemérjük lefele, szőrirányba, kívül belül, és a fül végén hagyunk egy kis szőrcsomót, az szintén jellegzetes, hogy a badminton terjednek. A másik fülnél szintén ugyanúgy. Füle belsejéből szörnő, ezt most előzőleg eltávolítottuk kúszítással, ugyanúgy, mint például az iszkárnak, vagy bármelyen hosszabb szőrűkutának. Már nagyjából kész is a feje. Tarkótól 5-ös gépfejjel húzzuk végig a hátát. Mindig szőr irányában.
a hátsó lábát úgy alakítjuk ki, hogy a comb kövét, tehát ennél a pontnál, összetöltjük a karokkővel egy láthatatlan egyenes vonalat húzunk, és onnan marad meg a lábán a szőr, és ott később ollóval formázzuk meg. Nem húzzuk le teljesen a hasán a szőr, egy kis mellkasrészt hagyunk, később azt is ollóval fogjuk megformázni. Másik oldalon szintén ugyanígy, és ugye ügyelünk arra, hogy egyformán hagyjuk meg a hosszabb szőrt. Azokat a testrészek, azok egyformán legyenek kialakítva, amelyeken hosszabb szőr marad. De itt jól látható, hogy itt a mellkasán megmagyjuk a hosszabb szőrt, így megállítjuk. Fülén a megmaradt kiálló szőrt a fül széléről ollóval vágjuk el, le. Ugye szintén azzal az eljárással, hogy a hüvelykúj és a mutatóúj közé fogjuk a fület, és ezáltal érezzük, hogy hol van a fül széle. Itt semmiféleképpen nem írhatunk bele a kutya fülébe. Másik fülénél szintén ugyanígy levágjuk a kiálló szőrzetet. Farkán kialakítjuk ollóval a kis pomponocskát. Igyekezzünk kocka alakúra, vagyis inkább tégla lapformára, tehát egyenes oldal, egyenes tető. A lába alján összefogjuk a szőrt, és körben nyírjuk. Ezután felfőnözzük. Nincs nehéz dolgunk, mert olyan ritka a szőre. Majd ollóval a megfelelő hosszúságra nyírjuk. Thank you.
íme az egyik lába, melyik el van elkészült. Mellkasán minél hosszabbra igyekezünk hagyni a szőrt. Persze megformázzuk itt is. Másik oldalon szintén ugyanígy tesszük. Így még jobban hangsúlyozzuk neki a domborulatot a hátán, aminek persze ilyennek kell lennie. Első lábán szintén felfönözzük a szőrt, és körbe nyúljuk.
Jól látható, hogy a jobb oldalán a kutyának le van nyírva a szőr, bal oldalon pedig még hosszú. Utolsó mozzanatként a fülen lévő bojtot megrendezzük. Persze nem vágunk sokat belőle, csak úgy, hogy szebbnek, rendezettebbnek tűnjék. És íme az elkészült Bedlington terrier. Az afgán agár. A hátát rimmeljük, szőrét kifésüljük, megfürdetjük, és majd megszárítjuk őt. Tarkótól indulunk, és egész végig a hátát, a farka tetejéig végig letrimmeljük. Itt láthatjuk az elkészült afgánagarat fürdetés és szárítás után. Mancsait körbenyírtuk, a nyakánvi alakban leszedtük a szőrt. A következő kutya az uszkár. Először kibontjuk, az előnyírásokat elvégezzük. A pofatájékon V-alak, nem szed csontig, tetszőleges V-alakot csinálunk mindig az uszkároknak. A mancsot új percekig, vagy esetleg lehet egy kicsit följebb is, hogyha a gazdi úgy szeretné, vagy úgy kéri. Faroktő,
végbél környéke, comb belső fele és nemi szerv környéke köldökig. A bontást mindig alulról kezdjük el, alulról haladunk fölfele. A csánk fölötti résznél, egészen pontosan ennél a résznél, sosem keféljük szemből, mindig csak oldalirányból, kívülről és belülről, mivel hogy könnyen megsérthetjük ott a bőrt, túl érzékeny és túlságosan közel van a bőr a csonthoz, ezért könnyen véraláfutásos lehet. Először mindig kefével, és utána fésűvel bontjuk ki az iszkár, habár ez minden bontásra váró szőrre vonatkozik. Kibontottuk, a mancsokat nyírjuk, kinyírjuk a lábujjuk között a szőrt. Amúgy kiállításra új percig nyírjuk csak a kutyának a mancsát, de mivel hogy nem kiállításra, nem iszkára készül, azért egy kicsit följebb lenyírhatjuk a szőrt róla, hogy ne hordjon annyit hozzá a lakásban. Ez például egy praktikusági szempontok alapján lengyel iszkármány. Ha mind a négy lábát kinyírtuk, akkor ezután következik a fofa. Szemzugig nyírjuk, tehát összetettük a kétszer szemzugot. Tízes gépfejjel dolgozunk, ugye előnyírásokat mindig tízes gépfejjel nyírjuk. A külső szemzugot összetettük a külfőső vonat, tehát a külfőső vonalával. A fül alsó zsigától kialakítjuk a V-alakot. Ugye, mint már mondtam, tetszőleges V-alakot formázunk. Mindig a kutya méretétől függ. Minél kisebb a kutya, annál kisebb a V-alak. Hát ez a viszkár egy középviszkár, de viszonylag nagy növésű. Tehát a testéhez megfelelő V-alakot formázunk. Mindenhol alaposan leszedjük a szőrt. Ezáltal, hogy kinyírtuk a fül körül a hosszú szőröket, látjuk, hogy a füle tele van szőre, tehát könnyebben ki tudjuk majd térni fülcsipettel. Először mindig szőrirányban nyírjuk le a kocsit, a kokát, és utána lehet visszafele is, hogy minél szebb legyen, minél tökéletesebb. Másik oldalon szintén ugyanúgy. Szem belső zsigait összetettük. Külső zsigot, külső zsigával. Tehát először lefele nyírtuk, és most pedig visszafele szőrirányba a szembe. Így lesz tökéletesen mintánk. Meg is szépült a kis iszkár is.
ugye a készen a koka, akkor comb belső fele következik, nem is szert környéke. Szintén tüzes gépfejjel dolgozunk. Ezután pedig a karok köve. Mindig karoktőtől egy, inkább másfél-két centit mérünk, mondjuk ez is a kutya nagyságától függ. Karoktő, nem is szárszörnyő. Bocsánat, légbélszörnyő. Most az előnyírásban nem tartozik bele a kutya testének a nyírása, de mivel hogy ezt a kutyát úgy kérték, hogy rövid legyen a hátán a szőr, ezért tízes gépfejjel nyírjuk. Ugye martól indulunk hátrafele, itt mindig szőr irányban nyírunk csak. És egész a farka közéig megyünk. Segítségképpen lehúzunk magunknak egy vonalat, hogy onnan a martól, ahonnan indultunk, lenyírunk a kutya könyökéig, hát a mellső lábának a könyökéig. Hátul szintén ugyanígy ezt a segítséget megadjuk magunknak, csak ott a comb tövéig nyírunk. Lekerekítjük a combokat. Majd ezt a két csíkot, amit belenyírtunk segítségképpen, összekötjük, szintén kör irányban dolgozunk. Tehát így néz ki, amikor lenyírjuk a szőrt róla, rövidre. Most következik a sörén és a mellkas kialakítása. Ugye lenyírtuk a V-alakot, tízessel, most ennél a kutyánál ugye összefüggő marad a szőr, mivel hogy nem nagyobbra hagyjuk a hátán a szőrt, tehát a mellkason is, hanem ugyanolyan rövid lesz, mint a V-alak. Most a fűtőtől elindulunk, enyhe íves, egy enyhe ívet húzva, tehát fűtőtől a marig, és így alakítjuk ki a sörünk. Most, hogyha egy kicsit nagyobb marad a sörény, ez nem probléma, mivel hogy ollóval fogjuk megadni a végleges formáját, természetesen fürdés és kiszárítás után. Tehát így már jól látható, hogy itt megmaradt a hosszabb sör, tehát ez lesz a sörénye. Most az első lábnak a megformálása következik. Ugye ezt is ugyanúgy le fogjuk keresíteni, mint a hátsó lábat, hogy arányosan mutasson a végén. Tehát így néz ki egy első láb, és a hátsó láb, amit később ollóval fogunk megformálni. Természetesen a mellkasnak az alsó részét is ugyanúgy leszedjük, mint a kakaért, elejét, kakaért. Megfürdettük a kutyát, kiszárítottuk egyenesre a szőrét,
és ezután következik a főnözés és a nyírás. Általában a hátsó lábánál szoktuk kezdeni, de bárhonnan lehet végül is. Az a lényeg, hogy alulról haladunk fölfelé. Nagyon fontos a főnözés, hogy minden egyes szőrszál egyformán álljon a kutyán, és ezáltal tudjuk egyenesen lenyírni. Miután lenyírtuk, újra fölnőzzük, hogy megnézzük, hogy melyek azok a szőrszálak, amelyik még nem úgy áll, ahogy kell. Ha elkészült a hátsó láb, akkor következik az első láb. Körben nyírjuk a lelógó szőröket, hogy ne rúgjon a földre. És miután körben nyírtunk, következik a főnözés és a méretre való nyírás.
ha elkészültünk a hátsó és az első lábaival, akkor következik a fej és a sörény formázása. De itt is ugyanúgy a lenyírt szőrt összehozzuk a hosszan hagyott szőrrel. Levágjuk, formázzuk, és ezáltal kialakítjuk a végleges fazonját. Elkészültünk a bóbitájával és a sörényével. Ezután lehúzzuk, összefésüljük egyenesre a fülét, lehúzzuk, majd levágjuk egyenesre. Általában hosszan szoktuk hagyni a fület, tehát éppen hogy csak igazítjuk, mert hát az a szebb, ha minél hosszabb a fül. De hát persze, hogyha a gazdi külön kívánsága, hogy rövidebb legyen, akkor rövidre igazítjuk. Ez esetben csak éppen hogy vágunk belőle egy keveset. És íme az elkészült uszkárunk. Az angol cocker spaniel. Ezt a kutyust géppel fogjuk lenyírni, 10-es gépfejjel, mivel így kérte a gazdája, de azokat a pontokat, amelyet 10-es géppel fogunk most nyírni, amúgy a trimmelős kutyánál trimmelőkéssel trimmeljük meg. Fülét kívülről szájzőig nyírjuk le. Ugyanígy végezzük el ezt a műveletet a trimmelős kutyánál is. Belülről pedig teljesen lenyírjuk. Fölösleges szőrök nem maradjanak rajta.
miután szőr irányba lennél kutyacsel, úgy utána visszafele is, tehát szőrrel ellentétes irányba is lehúzzuk a szőrt, és itt teljesen tökéletesíthetjük a munkánkat. Vigyázzunk a dupla fülnél, ott mindig csak szőr irányba nyúlunk, de visszafele belecsíthet a gép a fülébe. Olyan nagy kör van ennek a kutyának a fokáján, hogy géppel ezt is lenyírjuk, leszedjük a szőröket. Amúgy, hogyha trimmelős kutyáról lenne szó, ilyen nagy kör van a fején, akkor is le kell szedni géppel. Itt is 10-es géppeljel dolgozunk. Ugye a szemöldökét is leszedjük, de mivel ugye a gazdája úgy kérte, hogy itt ne legyen, azért meghagyjuk. A pufa nyírása után a V-alakítása következik. Szegcsontig nyírjuk rá a spánielnél, akár trimmelős, akár nyírosról van szó, és utána a fül alsó zsugot összekötjük egy egyenes vonallal, és ezáltal egy V-alakot formázunk rajta. Most ennél a kutyánál természetesen a többi részét is 10-es géppeljel mérjük, mivel hogy nyírós kutyáról van szó. Amúgy a trimmelősnél 5-ös géppeljel vagy rissító ollóval az átmeneteket leszedjük, és a többi részt trimmeljük. Természetesen lehet állva nyírni a kutyát, de ennek a kutyának fáj az egyik lába, mivel nyitva volt, ezért minél kíméletesebben hajtjuk végre feladatunkat, ezért addig hagyjuk ülni, amíg lehet. Géppel dolgozunk, géppel nyírjuk, de körülbelül ez az a vonal, ameddig kell trimmelni, hogyha is trimmelősről van szó.
ugyanúgy a combjának a külső felét, és ha nem ér fel, mérjük, akkor trimmeljük. Tehát a comb külső fele így néz ki, mikor le van nyírva. Ugye a farok tetejét lenyírtuk, faroknak az egyik oldalát is lenyírtuk, a végbélnek szintén az egyik oldalát, és a comb külső felét. Trimmelős kutyánál szintén ugyanígy ezeket a pontokat kötjük össze, és így trimmeljük meg. A láb első éléhez jutottunk el. Most amúgy szintén trimmeljük, de mivel hogy ez géppel nyírt, hát géppel szedjük le a láb első élét, úgyhogy hátul hagyunk zászlót. Most a hátsó lábát kinyírjuk olyan módon, hogy csánkig nyírjuk fölfelé, és utána az ujjai között is kinyírjuk a szőrt. Amúgy a spánielnek kerekmancsot hagyunk, de ez úgynevezett praktikusági szempontok szerint van így most nyírva. Hátul fölfelé, oldalt és elől pedig lefelé húzzuk mindig az éjfejet. Íme az elkészült láb, ugye kinyírtuk a lábújakat, és így teljesen eltűnik a szőr, tehát nem hordja fel a lakásba a koszt, a sarat. Nyáron pedig azért praktikus, mert a toklász nem tud fölmenni a két lábújai közé. Tehát miután kinyírtuk géppel a mancsait, a körme mellett megmaradt szőrszálakat ollóval igazítjuk, és így tökéletesítsük a munkánkat. Az ollónak a hegyét úgy kell tartani mindig, hogy lássuk, tehát nem a kutya mancsa felé, hanem mindig lássuk, hogy hol végződik, tehát hogy mit fogunk lenyírni, nehogy véletlenül belenyírjunk a kutya bőrébe. Tehát íme az elkészült kutyánk, le van nyírva mindenhol, és most betesszük a kádba, megfürdetjük, megszárítjuk, és megigazítjuk a zászlóit. Tehát fürdetés után megszárítottuk, zászlóit már amennyire ki tudtuk szárítani, ugye a rövidsége miatt, megigazítottuk, és íme az elkészült, géppel nyírt angol cocker spaniel.